Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika alias... És Pifko Krisztián, vagyis Mujó. Azt hittem, azt mondod, Ficsor Zoltán alias Bagzó Macska. Ja, igen, mindenkitől előre elnézést kérünk, tüzel a macska és nem géppisztolya. Úgyhogy ezt majd szerintem biztos, hogy bizonyítani fogja a podcast ideje alatt. Kemény lesz. Nem szűrjük ki, autentik macskabagzás, tüzelés hang lesz. Bagzás. Ez ilyen természetcsatorna is leszünk ma, igen. Jaj, fiúk! Nagyon be kellett feszítenem ma a tempóval. Úgy voltam vele, hogy pont, de tök jó lesz, hogy 6-kor elindulok, és az egész város meg van halva. Én nem tudom, mi van a Hungárián. Lépésben rákanyarodtam az M3-ra. Lépésben lekanyarodtam ott. Majdnem összetörtek a mellékutcára. Megint lépésben, mert mindenki rájött, hogy ott kell menni. Aztán vissza-vissza navigáció az M3-asra. És már jó. Szóval nem tudom 200 méter alatt mi történhetett, mert semmit nem láttam, de egy és negyed óra alatt sikerült a 40 perces utat abszolválnom. Spontán önszerveződnek ezek a dugók a városban. Ez egy ilyen azon gondolkoztam, hogy nem épp ott gyalogolnak a menekültek, vagy bevándorlók, vagy nem is tudom mi a exakt titulusuk nekik. De... Ne kezdjük megint. Miért? Szerintem tök jó téma. Na gyerünk! Hova? Hát mit tudom is, én már olyat is hallottam, hogy az M5-ösön is elindultak Röcke felé, aztán visszavitték egy pár óra múlva őket, sétáltak egy nem jót. Nem tudom, nekem délután még az volt az utolsó hír, hogy szembe mennek a forgalommal, de akkor összeszedték őket. Az, várjál, az szerdán volt, nem? Hú, te! Tényleg igazad van. Na, hát onnan. Az tegnap volt. Igen. Én lemaradtam, engem eltemetett a munka teljesen. Viszont, azt képzeljétek el, ma átfúrták a falunkat. Várjál, neked már egyszer átfúrták a faladat. Egy éve, igen, a szomszédunkban. A szomszédunkban lakás felújít egy csávó. Figyelj már, ez a jubileumi falát fúrás, hogy... Igen, igen, olyasféle. Anuál. És... Igazából egy évvel ezelőtt nem átfúrták, átvésték. És az nem édes... Nem, az nem ugyanaz, de a végeredmény az ugyanaz, hogy tele van vakolattal a kád és potyog a fal. Bár így ez egy fokkal diszkrétebb, és a szomszédban az édesapja lakását újítgatja föl egy csávó, de nem nagyon sürgős neki, úgyhogy tényleg most már 2 éve tart ez az egész történet, és reggel arra keltem, hogy fúrnak, mint az állat. Mondom, ó, ez meg hát nem igaz. Tuti nem vagyunk olyan szerencsétlenek, hogy megint átüssék a falat, meg talán tanultak a múltkoriból, és így fölkelek, kávézgatok, elkezdek dolgozni, és így hallom, hogy potyog a vakolat a kádba. És ugyanaz a csávó, aki átvéste a múltkor, most átfúrta. Én azt csináltam annyira vigyáztam. Átmegyek szó nélkül egy szigetelőszalaggal, és így a fúrószárra rátekerem, hogyha neked mondjuk van 38-as falad, így rátekerek 35-ig, idáig fúrhatsz, bazd meg! Hát ez tényleg vicc. Hát meg dühítő. Hát, és ilyenkor ki hát fizet? Ja, már bevált módszerünk van, lebeszélt. megvan a kialakult processz. Abszolút gördülékeny. Ilyenkor az van, hogy tetszőlegesen visszafúrhat a Krisztián is egy lukat. Szerintem. Úgy van ilyenkor, hogy átjön a szomszéd, megnézi a történéseket, és megbeszéljük, hogy mikor jön kiavítani a falat. Azt hittem, hogy megbeszélitek közösen, hogy mekkorára tágítsátok ki, hogy át tudjátok adni a pogácsát, meg az üdítőt. Kérdeztem a fúrós csávótól, hogy itt valami szándék van a háttérben, össze akarja nyitni a két lakást, vagy mondja, kíváncsi, meg körbe mutassak, hogy merre mi van. Nem, hihetetlen. Úgy, mint a... Mibe volt az? Egészséges erotikába? Tudod, mikor nézték a nőket a papír tízesnek a emberébe rejtett kamerával az öltözőbe, és közben rázták a kefírt. Közben rázták a kefírt, és az egész filmet nem tudom mennyire tudjátok, de hogy visszafelé vették igen. föl. Hát nem az egészet, de voltak benne zsenerik. Hát egy csomó olyan jelenet igen. volt igen, benne. Igen. Zseniális. A porótóban a benzin.
Zseniás. Figyelem, figyelem, szolgálati közlemény. Ég, bazd meg, ég! Szolgálati közlemény következik. Minden olyan ember, aki a napokban, illetve a jövőben aromát tervez bekérni valamelyik nem EU-s tagállamból, az készüljön fel arra, hogy a DHL és a TNT acesulfán potasszium megfelelőségi bizonylatot fog kérni hozzá. Én most Romániában küzdök ezzel a problémával. Ez K-acesulfán egyébként E950 édesítőszer. Igen, az a kedvenc édesítőszereim egyike. De nem tudom, hogy miért repültek rá most erre ilyen keményen és gyalázatosan. A lényeg az, hogy két ételem is áll most a vámon, várjuk a gyártó nyilatkozatát, és ugyanúgy, mintha nikotin lenne Magyarországon, le kell nyilatkoznom nekem is, hogy igen, a termék nem tartalmaz K-acesulfán E950 kasszáma, tararam-tararam, és nem értem, érted? FDA engedélyezte, az Unióba engedélyező van. Miért kell erről nyilatkozni egy büdös arománál? Tehát, hát mert büdös. Ja, mert egy büdös. Ez valaki ezt most jó kitalálta. Én egyébként nem egészen értem, hogy miért lenne benne cukorpótló. Megnéztem a magyar DHL oldalán is fönt van a letölthető nyilatkozat. És hát, hogyha mondjuk étkezési aromát rendelsz, abba is nyilatkozni kell róla? Én annyit tudok erről, hogy igazából vépelhető aromákba ezt nem nagyon szokták használni. Nem, hogy nem nagyon, nem használják. Hát semmi keresni ugye, valója, igen. Egyrészt, másrészt amúgy is édes a likvid, tehát itt egyfajta édesítőszert használnak, az is inkább gyümölcsösít, mint édesít. De ezt a K-acesulfámot, ami egyébként poralakban létező dolog, hogy ezt valaki likvidbe keverné, vagy nem tudom, 200-szor édesebb, mint a cukor, rákeltő gyanú volt a szerrel szemben, egy csomó ilyen, tudod, ilyen fitness, tehát akik, tudod, a marha pörköltet úgy kezdik, hogy végy egy kanál étolajat, tehát Itt van nálam vége a főzőiskolának, és csomó ilyen oldal egyébként ilyen elsődleges rákkeltő anyagként az acesulfámkát, nem már. De, nézzél utána. Van, aki azt mondja, hogy az öt rákkeltőbb anyag között van, de hogy ez a likvidhez meg az aromához hogyan kapcsolódik, hát fogalmam sincs. Ezt nem tudtam, azt tudtam, hogy az aszpartam ilyen ultragáz, de hogy az acesulfám K. Hát az aszpartam is elméletileg, illetve vannak olyan keverékek, amik tartalmaznak aszpartamot és K-acesulfám, de hogy erről külön nyilatkozni kell a vámon, és csak annyit kell nyilatkozni, hogy van vagy nincs. Most azt nem tudom, hogy ha van, akkor mi van, ha nincs, akkor mi van. Tehát, hogy föl akartam hívni a DH-t, hogy akkor olcsóbb a vám, ha van benne, vagy ha nincs. Tehát nem tudom, hova tenni a történetet. Ha valaki esetleg tudja, az ossza meg velünk a Facebook oldalon. Mit tudsz a nátrium ciklamátról, Fifika? Az nagyon jó, főleg tájfun idején. Ennyit szerettem volna mondani. Sziasztok, jó volt veletek. Hello. Na ki történt a héten? Azok ki, vagy Krisztiánnak ki fúrták a 6-os metró alagútat. Hát kezdem akkor én a sort, mert csönd volt. Bevonultam a kamera mögé, elé, alá, hozhez-höz. Mindenki olyan ragot tesz mögé, amilyet akar, és amilyet megenged az új helyesírási szabályzat. Ne is mondd, Jézusom. Ó, hát én tisztára Marian kötőjel nal. S1 kötőjel jén. Ki ver a víz? Elmebetegek teljesen. De most én azt vettem észre. S1 jén. Nem, S1 jén. Azt úgy kell írni, hogy egy kötőjel én. Most nem, most már egy kötőjel én.
Tehát azt mondják, hogy alakulunk a helyes írással együtt, mint Grécsi László mondotta volt mindig, hogy nézni kell azt is, hogy mit használ az ember, de hogy elfogadott az, hogy e-mail, így, hogy e-mail. Tehát ja, hosszú vagy rövidé, Charlie? Ez nagyon fontos. Fuck you! Természetesen hosszú. Vagy elipszilonos. És ráadásul úgy, hogy én azt veszem le az egészből, hogy föladtuk azt, hogy a gyerekeket megtanítjuk helyesen írni, inkább az meg csináljuk, már megint explicit. Inkább csináljuk azt, hogy úgy módosítjuk az MHS-t, ahogy most írják a gyerekek, meg ahogy mondják, és akkor az úgy jó lesz. De hát még nekem... két év türelmi időnk van. Várj, József, nekem azok a szabályok József helyesen írva, Jóska. Kötőjeli én. Igen, még majd várjál, lehet, hogy még az is ki fog derülni, hogy a Józseffel az József kötőjelvel, vagy valami hasonló lesz. Nem, mert illetve hát régen ez hasonult, hasonult, én már nem tudok, igen, semmit. De most már a hasonulás helyett egyszerűbb kötőjellel írni, hogy Marian kötőjel nal. Nekem azok tetszettek, hogy igen, így, de így is, és így is, és így is jó. És volt, már nem emlékszem a példára, hogy hát, és akkor, de miért? Meg mi alapján, igen. És akkor most hogy döntsd el? Tehát minden szart oda szórtak. Jó, majd jó lesz, ez így is, kit érdekel. Hát vigyázzatok, lehet, hogy visszajön az, hogy az utcát is úgy írjuk majd, hogy UCCA, vagy utza. Hogy írtok régen? Nem, utca, vagy? CZ-vel volt régen. Igen, utza. Majd ez is visszajön, higgyétek el. Street, öcsém. Street. Mi az, hogy utca? Street. Hello. Az a baj ezzel az egészszel, hogy én azért valamelyest tudtam helyesen írni, mert idáig, belém verték, igen, és ezzel az egészszel azt érték el, hogy végképp elvették a kedvemet. Tehát mostantól leszarom, hogy helyesen írom-e vagy sem. De itt tényleg figyelj, hallod, explicit. Aki elvégezte az iskolát és nincs rákényszerítve, majd mindenki vesz egy MHS-t, és azt fogja szerinted olvasgatni? Mert most már maximum az lesz, hogy ránk ragad esetleg, azt megszokjuk, de hogy én nem fogom leírni azt így, hogy e-mail, hosszú i-vel. Hát letöröm a saját kezemet inkább. Attól rosszul vagyok sokszor, hogy az e-mailből kihagyom a kötőjelet, és akkor vissza kell menni, oda kell tenni. Nem, hogy e-mail. Hát így, most majd e-mail ámmal úgy írod, ahogy akarod. Hát ja, mint a kismalasz, tudod, mikor eltaknyol a biciklibe, kúsba, az meg én így szállok le. Hát itt is az lesz. Én így írom, faszom. 10 év múlva találkozunk. Éljen az élő nyelv. Az. Na, úgyhogy, ja, ez is történt, meg mi is. Ja, egy csomót videóztam, úgyhogy fölkerült a nemrégiben a Snowwolf is, az egy jó pofa kis készülék volt súlyzó helyett is, meg lesz még csomó minden, nem is fogom utolérni magam, annyi teszt van, és igen, és szerdán, tegnap elindult az új tematikus lista is a hírlevélben, E-Cigi Akadémia gyűjtőnévvel, amit már mondtam az előző adásban, hogy kicsit haladóbb, kicsit jobban kivesézzük a dolgokat. Papírt ad? Tessék? Papírt nem ad? OK-ést ad a végén. De csak akkor, hogyha kifizetted. Tehát... Persze. De már itt is volt, akinek nem tetszett, hogy miért csak regisztrációval látszik, meg mi az, hogy, meg like vadászat, holott a regisztráció az not equal. Like, igen, az nem egyenlő a like vadászattal, csak mindenféle statisztikai célokat segít megvalósítani, hogy lássuk, hogy ki mit nézett, mi az, ami érdekes, mi az, ami nem. Mindegy. Ahol fát vágnak, hullik a forgács is. Akinek nem tetszik, az nem olvassa. Nem fogja, mert hát nem tudja. Pedig jó pofa dolgok lesznek még a közeljövőben benne. Úgyhogy velem ennyi történt. Krisztián is kiletvesézve. Ott falat fúrtak. Fifika a macska. Igen. Nem bagzik, tüzel. Jó van. Tüzel. És egyébként... elkezdtem a saját oldalamon blogot írni.
Oh. Miről? Hogy most bagzik a macska? Hát, most épp 2000 szónál tartok. De milyen saját oldalamon? Liquid keverés. Hát a céges oldalon. A De igen. Publikus? Persze. Ja, zsír. Nem, magának ír blogot. Miért? Hát így, hát így tudod. Érted, így el van különítve kis kerítése, oda ugyan be nem jössz, köcsök, csak látod, hogy ott van valami nagyon. Nem, persze, egy publikus. Azokat a témákat fel akarom egy picit dolgozni, amíg be mondjuk jártasabb vagyok. Tehát tekerni nem tudok. Egyedül ez a keverés. Azt hittem, és így gondolkoztál, hogy mit tudok? Ja, tudok, elvileg keverés. Semmit nem tudok. Semmit. Ez így nem olyan érdekes, sokkal érdekesebb lenne, hogyha magánblogot írnál, csak rosszul konfiguráltad volna be, és hogy az emberek olvasnák. Kedves naplóm! Igen. Ma kávé után elmentem a WC-re. Kicsit kemény volt, fájt is a seggem. Na mindegy, talán holnap jobb lesz. Ez így igen, életszerűbb lenne, mint a Liquidről. Na, belecsapjunk a lecsóba, vagy a Liquidbe. Csapjunk. Tegyük úgy. Jó, amitől, és kezdeném az első hírrel én, amitől zengett a sajtó az utóbbi pár napban, mondjuk hétfő óta, az egy, én nem is tudom, hogy ez miért új hír, hogy hülye amerikai fiatalok e-cigivel szívnak füvet. Már az első része az magától értetődik, hogy hülye amerikai fiatalok, de hát mindig, hát eddig is voltak száraz anyag vaporizátorok, csak most... Ami, mint tudjuk, nem e-cigaretta. Igen, csak most belerakják az e-cigi tartályba, meg ugye, amit múltkor is mondtunk, hogy MDMA, tehát szintetikus anyagot is kevernek bele, és most már jönnek itt a hülyeségekkel, hogy hasisolajt, meg marihuánát raknak bele, és hogy az elektromos cigit szívó diákok, hát ez is milyen ellentmondás, hogy elvileg hát 18 év alatt nem is használhatná, de a diákokról beszélünk, 18%-a használta már valamilyen marihuána származék alkotóelemét, tehát itt most beszélünk a THC-ról, vagy a BHO-ról, mint a THC-nek egy koncentráltabb változata, ugye ez a VIASZ. Tehát, hogy ezeknek a fogyasztására használja ezt az eszközt, és hogy már megint a számok, mert az olyan jó, olyan nagy is tud lenni, hogy a középiskolások 27-szer nagyobb valószínűséggel használtak e-cigit kannabisz származék párologtatására, mint az e-cigit használó felnőttek. Hát igen, mert aki felnőtt, annak már benőtt a feje lágya, és nem hülyeségekkel foglalkozik, de hát most mit mondjak erre? Tehát szerintem ez a hülyeség és a sehova nem vezetés cikkje, mert hát miért rakja ebbe? Mert egyszerűbb, mint régen a papírt megtekerni, állítólag, és abba rakni, igen, abba rakni dohányt, meg mit tudom is én mit. Szóval ez egy ilyen tök egyszerű egyetfejlődés szerintem. De ebből ilyeneket levonni, ilyen konzekvenciákat, hogy hányszor nagyobb százalék, ja nem, bocsánat, hányszor nagyobb valószínűséggel használtak. Tehát ez a tök jó. Akár azt is írhatnánk, hogy 10 000-szer nagyobb valószínűséggel, mert hát ha mégsem annyi, akkor hát mondtuk, hogy csak valószínűséggel. Hát ez ahogy a farszarinos szeret reagálni ezekre a cikkekre és statisztikákra abban a stílusban, hogy ez egy olyan cikk, ami levezeti, vagy igazándiból demonstrálja, hogy igen, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kamaszok új dolgokat kipróbálnak, mint az, hogy a felnőttek új dolgokat kipróbálnak, mert már kipróbálták, hát meg nem amikor is kamaszok voltak. Leugranék 38 évesen bungee jumpingról? Föntről egy daruról? Hát nem. Leugrottam volna 18 évesen? Le. Na, hát ennyi. Hát ez így van. Öreg vagyok, én már bohócnak mondanám erre. Itt a macska. Megjött. De ez annyira torz, tehát
ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy sokkal nagyobb valószínűsége van annak, hogy egy tizenéves gyerek életében először találkozik az alkohollal, mint hogy egy felnőtt ember. Igen, köszönöm, felnőtt emberek tizenéves korukban átestek ugyanezen a próbálkozási szakaszon, kipróbálnak mindenféle hülyeséget, aztán mégsem. Aztán még nem. Belőle semmi. Á, édes Istenem. Tudod, ez a cigarettát kipróbálok, 21%-a New York Times-ba tekerte az első cigarettáját. Tiltsuk be! És a másik, ami megint egy félbehagyott, ne durrogjál, vagy hogy mondják, ez dörmögjét a macska. Tehát ami egy félbehagyott mondat, hogy a CDC, vagy mondhatjuk amerikai járványügyi hivatalnok is, akik inkább azzal foglalkoznának, hogy a zombikat bazd meg megtalálják, hogy mivel lehet megölni hatásosan. A helyet mit csinálnak? Kimondják azt, hogy 2 millió alsó és felső tagozatos amerikai középiskolás próbálta ki az elektromos cigarettát 2014-ben, ami háromszorosa a 2013-as mutatóknak. És hiányzik a mondat vége. Ezzel ellenben a hagyományos cigarettát csak a tizedük próbálta ki, mert sokkal jobban tetszett nekik az e-cigi, és akkor már tök más lenne a kontextusa. De nem. Csak nem ezt akarják üzenni, hát igen. Persze. Trógerok. Persze az egyszerű ember meg elolvassa, bekajálja, és... Nem is tudom, hogy ki mondta ezt az örökérvényű klasszikust, hogy senki háziak kezében van a pop szakma. Ja persze, az a szigetes gyerek. Na, úgyhogy... Robinson Crusoe? Nem, amit Fifika mondott, Tom Hanks az a DHL-es. Az a DHL-es. UPS-es figura a Robinsonnak. Akinek a péntek volt a foci labdája. Igen. Na, úgyhogy ennyi lett volna részemről a hülye amerikai fiatalok, és tényleg nem tudok már rá mit mondani. Hát égessenek, amit akarnak, aztán majd elkokszolják a tekerésüket, én ilyen technikai oldalról közelíteném meg ezt. Hülyék. De meg nem életszerű nekem ez az egész. De mindegy. Marhaság is, tehát marihuánát, amit egyébként, hogyha hagyományos módon használ, sokkal ütősebb egy e-cigarettával killódni, meg kiáztatni, meg nem tudom én, 20-annyi hatóanyaghoz hozzájutni, tehát hogy abban mi a jó, az fogalmam sincs. Hát ugye kiváltképp az Egyesült Államokban, ahol ott van a legális boltok, vagy fél legális boltok, ahol teljes lelki nyugalommal be lehet szerezni hagyományos formájában, tehát hát, miért hogyha van kínoznak? Recepted, vagy mi az Isten hozzá, mert ott így azért igen hozzá lehet jutni. De már nem csak receptre van. Nem? Nem minden államban. Volt. Nem minden államban van az, amit te említettél most. Amiről te álmodsz, Krisztián, az nem minden államban van. Jó rendben. Na de majd lesz. Amit az előbb is mondtam, hogy a hülye amerikaiak, és akkor ezzel ráfűzhetünk a következő hülye amerika is hírre, ami körbe pörögte a sajtót, és ez most pont a Fox csatornán jelent Fox meg. Five. Igen, volt egy nagyon értelmes fiatal ember, van is, 23 éves, ha jól olvasom, és úgy indult minden, mint egy normál nap. Fantasztikus, és itt már sejtheted, hogy valami... Stirlitz elővette az elektromos cigaretta tartóját. Igen. És az Isten csapásánál, jól olvastam, akkor nem úgy használta, ahogy kellett volna. Ezek a cikkek valahogy mindig ide lukadnak ki a végén. És hogy a szájába robbant puska golyóként a dripje, meg a topcap, ez olyan menő mostában, topcap. És a stand is ott volt, biztos vagyok. Hát a stand ott maradt a bézen, vagy a béz ott maradt a standen, és hogy a szájpadlásába fúródott, meg még egy-két fogát is kiverte. Gyönyörű a kép egyébként, ami a cikk alatt van, mindenkinek ajánlanám figyelmébe. Ha hülye vagy, ez fog történni. Nem hiszi el soha senki. Én kipróbáltam pont majd a Snow Wolf-os videót megnézhetitek, ha eddig nem.
Nem tettem a számba, de rátettem egy tekerést 200 watton, hogy mit művel vele, kell a francnak. Úgyhogy... Természetesen megint egy mechanikus modról beszélünk. Vigyázzál, mit mondana erre Andor? Aki végignézi a videót, az látni fogja, hogy itt valószínűleg egy picit túlerőltetett valamit. De olyan sokan használunk, megszámlálhatatlanul sokan használunk mechanikus modot, és mégse robbantjuk föl magunkat. Ez miért van vajon? Hát biztos nem, azért, mert például... Biztos az eBay-ről ilyen 8000 mAh akkumulátort, vagy nem tudom. Meg 002-es tekerést használt hozzá. Mert lehet, hogy az már magas. Ja. Ja. Na. Old school back. Tehát ez már megint a hülye, és akkor utána bármilyen jelzőt lehet írni. Na, de ezzel túl is tárgyaltuk a tengeren túlt szerintem. És egy pici off-topicként megemlíteném, mert ma föltette a kérdést valaki az e-cigi tesztek Facebook oldalán üzenetben, hogy egész pontos legyek, azt írta, hogy mi a túró van, mert leszokott a piros meg ezüst, vagy piros meg arany Marlborót szívott, és hogy most Ice-T-ket szív meg GSR-rel használja, és 12-es leves szív, és borzasztó erős, de olyan erős, hogy már fél slukkolni, mert annyira kapar, meg égeti, meg mit tudom is én, hogy mi baja van még a torkának, de hogy nem tud akkorákat slukkolni, pedig hát ugye az nem egy vészes erősség mondjuk a piros Malbi után. És hát a végén arra jutottunk csak, hogy kazáncsere meg volt, minden nyehenyóka meg volt, hogy mondd már el, hogy szívod. És hát ő, de nem is tudom, mert én mikor cigiztem, akkor nem úgy volt, hogy a cigit egyből tüdőre szívtam. Ahogy Blacky mondja mindig, hogy az angolok így szívják. Én nem tudom, én nem láttam angolt így cigarettázni. Az a lényeg, hogy a srác így szívta, és mondtam neki, hogy biztos a kereskedő nem mondta el, vagy nem úgy mondta, vagy elkerült a figyelmet, hogy máshogy kell szívni, lassan kell szívni, szájba, megfontoltan, és utána onnan le tüdőre, és ott prompt ki is próbálta, félt attól nagyon, hogy hú, hát ő neki vissza fog szokni a cigire. Nem mondom, próbált ki. Kipróbálta. It just works, fiúk. Mondta, hogy oké, problem solved, most már akkor nem kell a cigire visszaállnia, úgyhogy sikerült megoldani a problémáját. Működött. Tehát itt is megint a szívási technika volt az, ami segített, mert egyébként én is odaadtam az ismerősöm apjának az én hármasomat, az én kazánommal, és ő meg ilyen szivarkákat szokott szívni, meg még valami erősebb cigarettát, és abból két paklit egy nap, és mégis megköhögtette az én hármasom. És mondtam neki, hogy ez máshogy szívni, lassan szívni, komótosan, és egyből elviselhetőbb lett a dolog. Hát erre, hogyha valaki átszoktat valakit, akkor ezt mondja el neki, mert sokat segíthet vele abban, hogy élményként élje meg rögtön az első pár slukkot, és ne a fulladozás legyen, mert az nekünk vicces, ugye, hogy fullad a hármas likvidtől és köhög, de ő meg azt mondja, hogy kell a francnak. Nem, az egyébként legalábbis számomra az teljesen természetes, hogy aki nem e-cigarettázott, és életében először próbálja ki az e-cigarettát, hogy az első pár slukk az mindenkit köhögtet. Tehát kell egy két-három nap, amíg teljesen hozzászokik, és akkor utána nincs már vele probléma. Csak ezt azért így jelezni kell mindig, hogyha valaki még nem használta egy cigarettát, hogy ez készüljön fel arra, hogy lehet, hogy ez jobban fogja egy kicsit köhögtetni, de ez elmúlik. Tehát nem egy tartós állapot. Ja, hozzá acélosodik a torka. Így van. Hozzájavul. Én mégis elfelejtettem a múltkor, mikor cimborám kért egy slukkot. Elfelejtettem neki szólni, a tüdejét kiköpte. Érdekes, én ilyenre a saját példámból nem emlékszem. Pedig ha jól emlékszem, az hatos leves volt, és ugye akkor az volt a leggyengébb. Mondjuk jó, hát valami Vivinovából szívtam, de
De nem volt ilyen. 8 watton, 8 watton. Mondom, Mújó, fütyül a kazánod, mert ott a mikrofon. De ez most, ez a fütyülő, most nem én voltam, hanem a Fifika. Aha. Mert te most beszéltél. Az, igen, az enyém is igen. Fütyül, pedig ez egy GT. Most GT-t szívok, nem GS-t. Bocsánatot kívánok. Kérdezd meg, Charlie, mit szívok? Mit szívsz? Azt már mondtam, hogy GT-t. De nem. Hogy mi van benne? Hát, málnás sajtorta. Jó van, fiam, egyed. Nem tudom, engem az amerikaiak nem tudtak meggyőzni ezzel a cheesecake-kel, úgyhogy bármilyen jól is nézett ki, mondtam, hogy köszönöm, nem. Vagy sajt, vagy torta. A kettőt nem keverjük össze. Ez olyan, mint a répatorta, ott se érzed a répát. Nem baj, maradjon is így. Én meg szívom ezt a bittankot még mindig málnával. És alatta van, láttátok a képet, milyen fasz a kis boxmódot kaptam Blackie-től? Melyikre gondolt? Állj be zsír! Ajajajajaj! Állj be zsír, az valami Apple mod? Igen. Ez egy kétaksis boxmód, valami nagyon egzotikus afrikai fadobozba van belehelyezve, kiöntve műgyantával, egy kijelző a belsejében, egy potméter meg egy gomba külsején, és csók. Tényleg föl is kell tennem majd a másik merült aksi páromat, hogy az is merüljön. Ja, úgyhogy ez megy nálam, és... Én nem találom ezt a képet. Tökre csöndben van. Az elcigi tesztek Facebook oldalán van. Jaj, nekem itt nincsen benyitva a Facebook. Oh, hell no. Érzek. Mindent értek. Amíg megnyitod, akkor addig mondjuk rámehet Fifika tök spontánul a 6-os pontra. Jaj, képzeljétek el, itt van a Kánaán. Ilyet még nem láttatok. Utolérte a nem is tudom, bevehetetlen. Tehát eddig én azt gondoltam, hogy a szubómnak ilyen bevehetetlen bástyája ez a fajta történet, de nem. Elkészült az első Nickel Cartomizer 0,27 és 0,37 ohmmal. Micsoda hiánypótló. Ja, hát én csak ezt mondtad volna, egyébként. Mondom, hogy ez nem mai dolog. Nem mai dolog, de még eddig egy nem beszéltünk róla, kettő nekem meg mégiscsak újdonság volt. Hát, hogy mennyire nem mai, azt nem tudnám neked megmondani, de nekem most ötlött a szemembe. Tehát 0,27 ohm, ni 200 szín. Század, bocsánat. De nem az új helyesírás szerint már nem lehet tized? Nem érdekes. Hát dugd bele ide-oda kötőjeleket, és jó lesz. Persze. Ómot cseréld ki vatra, vagy bármire. Bármi, jó lesz. Ohm kötőjelval. 45 mm-es, tehát ez ilyen szabvány méretű, és én azt gondolom, hogy ha Ni 200, jó gondolom, Charlie, akkor ez ilyen temp kontrollra is föl lehet akár tenni. Egyébként hát, mondjuk pont a kartónál rohadt jó, mert ugye az, amit egyszerre csesztél, és egyszer akkor utána hello. Egyszer megégeted, vége. Vége van, mint botnak. Úgyhogy nem tudom, én kíváncsi lennék rá, valahol úgyis föl fog bukkanni, gondolom én. Figyelj már, egy ilyen fél komolytalan olvasói kérdés pont ehhez és a te macskádhoz illendően. Most egész gyorsan megkattintom, mert vissza kell keresnem. Igen, Tasnádi Tamás alias E.T. tette föl a kérdést. A szomszéd Marinéni macskája 6,2 ohm ellenállású alapból. Ha tekerek a nyakára Ni 220-ból 19 tekerést, ránézésre kb. 45-ös átmérőre, és két krokodil csipesszel áram alá helyezem, milyen ellenállást fejt majd ki 220 volton Marinéni, amikor megsimogatja a buksiját? Azt a gyárére. Na, szóval ezt ajánlom a bagzó macskádnak.
Charlie, tudjuk, hogy nagyon empatikus vagy az állatokkal szembe, viszont veled szembe nem biztos, hogy azok lesznek majd az állatok, hogyha egyszer laknak majd nálatok. Azt hittem, hogy kikaparnak a földből és lepisálnak. Nem, addigra biztos megtalálják, tudod, ezt a zombiszert. Vagy amikor újjászületsz aranyhörcsökként, és akkor megtudod, hogy mi a magyarokisten. Vagy fűként, és lelegelnek a birkák. Ugye? Ugye? Na de hogy az agymenés újabb... Az milyen szar, el akarsz futni, és nem tudsz, érted? Ott állsz a többi között. Úristen, úristen, mi lesz most? Rövidebb leszek, mint tegnap voltam. Ezért nőttem idáig. Szóval, ha... Jön a fodrász! Ezeket oda számolom. Az összes fotoszintézisem. Jó, oké, akkor szerintem most harmadszor kezdeném el. Lelegeltek rólam mindent, már csak egy gyökér vagyok. Fuck you, negyedszer fogom elkezdeni. Tehát... Az nem kell birka, Krisztián. Oké, ötször. Gyorsan várjál, valami. Megcsinálom azt simán, hogy itt megnyomom a kettes gombot, és akkor nem lesz hangotok. Nagyon jó. Tehát aki eddig panaszkodott, hogy már pedig neki hiányzik egy csomóféle húzal felhasználási módhoz mindenféle hőmérsékleti együttható az SX Mini-jéből, ne tegye. Sőt, ha van egy ML Mercie, akkor ez az ML Class SX Mini pont ehhez az autóhoz fog illeni, mert mint említettem, ML Class SX Mini, 350J elektronikával, SX350J, tehát a tempó. Én már nem bírom követni. Próbáld meg. V2 a következőt írja, innovatív technológia, SXEQ Control System, Customize Your Own Taste, bármit is jelentsen ez. Tehát lehet, hogyha jó együtthatót állítasz be, akkor a málnát ribizlinek fogod érezni. De itt azt írja, nem sok mindent ír sajnos az adatlapja még, mert ez csak egy, tudjátok milyen a SX-nek az oldala, hogy mindent Dropboxba dobálnak be, meg egy kép van, aztán csókolom. Annyit ír az ML Classra, hogy ez a temp control üzemmódban használható nikkel, titánium, SS, vas, silver és gold húzalokkal. Na hát én vagyok a tudatlan, és ezt nyugodtan írjátok a rovásomra, de még arany húzallal nem találkoztam. De lehet, hogy nem állunk messze tőle, hogyha kifogyunk a titán húzalból, vagy a nikkel húzalból, akkor elcsorjuk muternak a fülönfüggőjét, és abból tekerünk majd bele. Hát az ítást vírőmmel még nem szoktunk rá az e-cigarettára. Jaj, de ha rászokunk, akkor lesz olyan arántekerés, még őrűz. Most mondom. Jaj, nagyon csukér. Na, szóval ilyet fog tudni az SX Mini, hát kiindulva abból, hogy mennyi volt az előző ára, nem hiszem, hogy ez is az alatt fog pozícionálódni, úgyhogy kis színes. Pláne ilyen hiánypótló feature készlettel, ne hülyeskedj. Hát, tudod, úgy ültél otthon, és így a fejedet így az asztal sarkába verted, hogy úgy tekernék arany húzallal, bassza meg, de nem tudok. Nem tudok. Most már tudsz? Hát ez nem azért. Vagy várjál, lehet, hogy ez nem most már tudsz, hanem az új MHS szerint most már tudni fogsz. Vagy most már fogni tudsz. Lehet, hogy velem van a baj, de én még nem éreztem úgy, hogy annyira unom már ezt az ötvözetet a fűtőszálamba, úgy kéne valami izgalmas, újabb fém, amit oda tekerhetnék. Igen, ami esetleg valami allergiás reakciót vált ki belőled. Igen, remélem, minél több dolog leválik belőle, miközben melegítem, és így beteríti a hörgöcskeimet. Egyszer élünk! Képzeld, mikor fölboncolnak is. Jaj, oda nézzen, doktor úr, milyen szépen csillog a tüdőlebenye. Ó, biztos sok aranyat is szívott. Drágaságom. Nem, ez azért lesz, kérlek szépen. Tesókám, mutasd csak a nyakláncod. Ma mindjárt rátekerem a modomra. Azt megmondom, hogy mi bű van.
arám vagy ezüst. Ja, és akkor azokból a nagyon népszerű emberekből, tudjátok, akikből mémek is gyártottak, hogy állnak egyszer fürdőgatyában a sorstársaikkal a Balatonparton, és akkor a lánc van a nyakán, mint egy csecsemő alkarja, és belőlük lesznek a szubóm huszárok. Megtekerem a 28 mm átmérőjű aranynyakláncomat, azt olyan gőze lesz, hogy jaj, beszartok. Nevetíts, bazd meg, mert ezek tényleg eljönnek. Ezek az idők. Ja. Az viszont tetszett, amit beraktál a... Nem a tank tetszett, a mérete tetszett, inkább úgy mondom, ez a 14 milis. 14 milis. De ha eddig bárki, bármikor is azt mondta nekünk, hogy de hát ez olyan, mint a vízipipa, akkor erre meg aztán kiköpött 21. századi vízipipa, ami kinézetre is úgy néz ki egyébként, mint egy, nem tudom mi ennek a neve, csak így vízipipa, így egyszerűen? Hát ugye a kínai azt írt, hogy a stainless steel pipe, new generation. Ez luxus varázs köcsög. Luxury magic. Luxus varázs. De hát a jar. Luxus varázs köcsög, hát ott van. Ennyi. Luxury magic jar. Vagy jar, vagy mit tudom én. 14 milliliter. Tehát ez óriási. Ezt így lehetne tudod így megtöltve adni. Szia, döcsém, majd, hogyha kifogyott, gyere jövő héten. Nekem az első-második képen egyébként úgy tűnik, minthogyha két elektróda nyúlna be a likvidbe. De hát gondolom, hogy nem ilyen elven működik, csak ezekből a képekből nagyon nem lehet kitalálni, csak az, hogy bazi nagy, meg... És bazi luxus. Igen, meg bazira fényes. Bazi luxus. Tényleg nem lehet a képből kitalálni, hogy a kazán hogy működik, vagy de lehet, hogy ez már valami izé, tudod, ez hát, a... De mondjuk igaza van Krisztián, tehát leírta, hogy magic, tehát lehet, hogy itt valami varázslattal párologtatnak. Jaj, hát ez gyönyörű. Figyeljetek már, súly, 1,5 kiló. És mindehez 18-350-es aksi. Abszolút. Ott van, lejjebb tekersz, ott van a titok. Melyik? Itt csak titkot látok. Hát ez egy valami ilyen nem is tudom, duál lehet ez? Hi, öcsém, itt minden megy lefelé, de üvegszál. Amúgy. No leaking! Hát az üveg az viszonylag kevéssé érezt, de azért ez kemény. 1,5 kiló. Tehát itt tényleg, hogyha egy hónapig jobb kézzel szívod, akkor utána váltani kell, mert úgy fogsz kinézni, mint Noszály Sanyi versenyző fénykorában, hogy a jobb ütőkarja az erősebb volt bicepsbe. Ma csupa ilyen hiánypótló dolog került terítékre. De hát minél nagyobb kazán, az mindig akkor jó, legalábbis én azt gondolnám, amikor mondjuk úton vagy, hogy ne kelljen már úton egyfolytában tölteni otthon, vagy akkor nem rohadtul ráérsz tölteni, és sikerült egy ilyen zseniális egyveleget összehozni Kínába, ami a teljesen értelmetlen jószág. De édes ugye, Istenem! Tehát ez szerintem egyébként ilyen multi szerszám is, tehát ez szöget beverhetsz, érted, jön valami támadó, hát ezt fejbe vered így, megfogod a szopókájánál fogva, hát ez kész. Sőt, ha jól megnézed, akkor színes a gömb, ha egy jó ellenállást tudsz beletekerni, és betekered a lámpába, a foglalatba, még világít is. Öcsém, ez nagyon jó. Ez nagyon, ilyet akarok. Na jó van, az a baj, hogy adják csak. Én letapadtam a 1,5 kilónál, és a teleszkópikus drip tipnél. Ezért valaki kim biztos, hogy a gyárfalán fölkerült a hónap tervezője falra. De az tényleg édes teleszkópos, Isten. Olyan, mint régen volt a Skoda antenna, érted? Ilyen kihúzható. Hát őrülök. De hát ha nézed, ezt úgy tudod fogni, mint a... Majdnem azt mondom, hogy mind a jogart. Egyik kezedben a jogar, másikban... Hát így az országalma. Az országalma. Ezt úgy fogod, frankon. El is képzelem most magam, így becsukom a szemem kicsit. Ez a tajtékvizi. Jól néz neki. Jól néz neki a kezemben, ha a fejemben lenne a Szent Korona.
Az a baj, hogy ez tényleg ilyen csuklós, hosszú szípka kellene, mert hogy ezt a száthoz emelni és elvenni, és visszatenni, és elvenni, és visszatenni, és elvenni, ez tényleg egy ilyen... Egy edzőtáborhoz hasonlít az egész történet. Írni kéne nekik, hogy a Magic Jar-t azt nevezzék át fitness pipára, vagy mit tudom is én, kettlebell. Igen. Kettlebellre. Zseniális. Vaping bell. Jézusom. És akkor ott van a 2015 újabb agymenése, az e-sisa már egy tökre ismert csatlakozóval, 808D. 2015 újdonsága. Azt hinnéd, hogy a 808-as csatlakozó eltűnt a történelem sűjesztében, de nem, él és virul. És nézd meg azt az aksit. 2800 milliamper. Most lejjebb tekertem, elírták. Igen, 280, ahogy olyan milliamper. Mondom, de... ezek itt atomot fejlesztettek a cigibe, vagy mi a szent szar? Ez nagyon... Engem is csak a fejléc fogott, meg 2800 milliamper órás eldobható kartomájzeres cigaretta. Figyelj, Fifika, ez biztos, hogy jó, mert rá van írva szuper e-cigarett. Pont ezen gondolkoztam, hogy teljesen pofátlanul rá aggatnak ilyen jelzőket, és hogy ettől majd elhiszi valaki. Jaj. És olyan rossz, ilyen, minek hívják ezt, ilyen vákumfóliázással, érted, hogy úristen. Nem, ez a, fejedbe, hogy mondják, a blister. Borzasztó. Bezárom gyorsan, nehogy a retinámba égjen. Nehogy. De jár hozzá két kartomájzer, vigyázz. Ezzel már legalább 10 percig bírod. És Krisztián, ezek szerint még nem kattintottad meg a legutolsó linket. De igen, azt a borzalmat megnéztem. Made for you. Hát... Ezt neked tervezték a kínaiak. Én ezt már tavaly is láttam, csak így nem hoztam veled összefüggésbe. De figyelj, ha így elmondom, tudod, hogy mit tudom én, mágneses zár van hátul, fa, test, és mi egymás, akkor az teljesen normálisnak tűnik, csak ne lenne hegedű kinézet egy cigarettát. Nagyon elegáns, rendkívül elegáns. Hogy jaj, csak ne lenne ego feje, mert hogy ahogy nézem, ez ego menetes. Igen. Egyébként az a jó, ezt a modot elnézve egészen eltörpülnek az ilyen problémáim, mint hogy a Cool Fire-re minek tették rá azt a kis fémplecsnit, meg ilyenek, mert hogy ez így tényleg, ez így a formatervezés és a gyártói ötletelésnek a mélypontja alatt kettővel. Hát, és akkor alatta vannak, tudjátok, ezek a rózsaszín kínai cicák. De gyönyörű... dobozos kiszerelést. Én kérek elnézést, ez 5-10 egó csati egyébként. De na mindegy, ez mindenhogy szar. Na, hát de igen, tényleg, most láttam én is. Ez mindenhogy szar. És a nyomógomb is elég elbaszott helyen van, mert nézed, ha megfogod, és a legkisebb ujjaddal kell nyomogatni, a nem hegedű. Egyébként sűjjeszt, majdnem sűjjeszt. Igen, és ez inkább gordonkának tűnik testfelépítésre, vagy nagybőgőnek. Inkább nagybőgő, nagyon rövid nyakkal. Igen. Kurva ronda, Jézusom. Ha neked ez ennyire nem tetszik, rohadjak meg, hogy rendelek, és ezt át fogom kötni masnival, és mellé rakom a kövedet, amit még mindig nem voltál hajlandó elvinni. Mert még mindig nem sikerült találkozunk. Én itt őrzöm a Bread of Heaven-t, abszolút, tehát ránézek, és így nem, ma se ebből szívok. Szerintem inkább Claire volt kéne meglepni vele az elegáns famodok urát biztos értékelni. Szerintem többet nem szólna hozzánk. Mondjuk eddig se nagyon. Ja, úgyhogy ennyi volt, fiúk, a történet, és mióta ez szállóigévé kezd válni, hogy történet. Figyelek, a tévében is milliószor, szerkesztett műsorokban, és akkor csak nekem jön ezzel a sav. Hát nem, hát menjünk az RTL Klub székháza elé, és tiltsuk be
szövetkezetileg az, hogy kimondhassák. Csapassuk az olvasói kérdéseket, mit szóltok hozzá? Essünk nekik. Előd kérdezte, és azért mondom csak, hogy előd, mert e-mailben küldte, és sajnos csak azt írta oda, hogy előd. Lehet, hogy császár előd. A kenger cserélhető fél ómos ellenállásával kapcsolatban lenne egy kérdésem. Minden kazánfelújítós videóban azt mondjátok, hogy a vattának épp annyira kell vastagnak lenni. Na, Krisztián, hát itt van egy új helyesírási szabályzatnak. Lehet, hogy megfelelő, mert a lennie azt úgy írta, hogy lenni-e. Tehát annyira kell vastagnak lenni-e, hogy csak egy picit ráncsavat... Simán belefér. Igen, ezek után bármi. Sőt, az, hogy lenni-e az is. Hogy csak egy picit ráncsa maga után a kantált, amivel egyet is értek. Na most, ez a kenger ellenállásokban úgy néz ki, hogy nagyon töményre be van sodorva a vatta, és gyakorlatilag lehetetlen úgy kiszedni a húzal közül, hogy ne ráncsunk ki mindent. Ez jellemző minden ellenállásra, vagy csak nekem jutnak ezek? Ha igen, miért? Nem tudom. A gyártók direkt figyelik. De az élet. Illetve, ha használ ilyeneket, nektek mi a tapasztalat vele? Nekem 5-6 nap gyakorlatilag szénfekete, bár még használható, napi 2-3,5 ml. Legvidet, ezt írta le, legvidet. 70-30 szívok el, kb. Mindig figyelve, hogy ne kapjak dry heat-et. Ugyanakkor mi a tapasztalatotok az új vertikális ellenállásokkal? Nekem nem váltak be. 25 watt felett nyújtja azt a tej. Hát ez gyönyörű eposzt írtál előd. Kezdjük az elején. Nincsen ilyen fejjel tapasztalatom, nekem, nektek? Nekem sem. Krisztiánnak sem. Oké, akkor ezt kipipálhatjuk. Azt mondja, hogy igen, azt már megbeszéltük, hogy csak neked jutnak ezek direkt. Aztán mi van? Itt van még ez a likvides, elfeketedős dolog. Hát ez leginkább a likvideden múlik, hogy milyen aromaanyag van benne, Mennyi attól függ, hogy mennyire piszkolja. Milyen alapanyag. Pontosan a tekerésedet. Vertikális ellenállások. Hát használtuk, ez nem annyira új dolog. És nem azért kell 25 watt felett, mert vertikális, hanem azért, mert kerítés drótból csinálják van. Kínaiak is, és annak meg hőtehetetlensége van. Én még annyit tudok hozzátenni erre az 5-6 napra, hogy amennyire én emlékszem, amikor ilyen gyári fejeket használtam, nekem se bírta sokkal tovább. Tehát a maximum, ha nagyon jó kifogtam egy szériát, akkor egy hét volt, ameddig bírta egy kazánfej, de inkább a 3-4 nap. És aztán megadta magát. Jó, tehát akkor ez a nem a te hibád előd, ilyen a kazán, és ilyen a tekerés, és ilyen a likvid. Ezek miatt ilyen. No, Tóth Gyula személy szerint Fifikát szólítja meg. Azt mondja, hogy jó reggelt. Fifik, a likvid mesterhez lenne kérdésem. Jézusom. Azt nem ismerem. Én sem. Tervez-e új ízeket piacra dobni? Válasz? Igen. Oké. Valamint szeretném megkérdezni, hogy valami hihetetlen jó... Megjegyezni. Ja, megjegyezni, bocsánat, hogy valami hihetetlen jó jázmin tea likvidje. Ez az a jázmin tea, amit nekem úgy küldtél, hogy jázmin? Igen. Az, igen, megerősítem. Igen. Zsír. Igen. Ennyi. Igen. Jó, arra akkor büszkék vagyunk egyébként. Ez van egy pár likvid, amire nem, de arra igen. A málnára ne legyél büszke, és ez az a likvid, amit nem kevertél. Neked nem tetszett, Charlie. Neked se tetszett. Neked nem tetszett. Mondom, neked se tetszett. Nekem tetszik. Akkor valami baj van a nyelveddel, dob ki. Nem csak nekem nem tetszett, a Matyinak se és Borisnak se. Jó. Tehát senkinek. Tehát senkinek. Na, egyszerűsítjük, igen. A világ elutasítja. Matula Zoltán kérdése. Legutóbb ígéretet tett Krisztián Pifko a holland ecigi helyzet kapcsán körbe kérdez. Nem emlékszem, hogy ez a kérdés végül meg lett-e válaszolva. Hát Krisztián Pifko erről úgy elfeledkezett, hogy most szánja bánya bűneit és tördeli a kezét. Pinko. Nem, délután adás előtt láttam még a beírás.
és már akkor elkezdtem szégyenkezni, de nem jártam utána. Viszont, hogyha te utazol és utána kérdezel. Tök jó lett volna, hogyha ezt mondjuk tegnap tette fel a kérdést, hogyha tegnap is megnézted volna a Facebookot. Igen. Na mindegy. Akkor ennek viszont ezt nem töröljük majd ki, utána jársz, Krisztián? Nem járok utána, mert hogy Zoltán azt is írta, hogy ha most ja, megérkezik rá válasz, akkor utána jár magától. És oszd meg majd velünk akkor. Igen, azt megköszönjük, ha már én ilyen balfék voltam, és elfeledkeztem róla. Hát ez van. A mi fejünk sem káptalan, kapcsolt ki azt a rohadt telefont. Repülőgép üzemmód. Oké, fiúk, csapassuk a sorozatot, mert itt kemény dolgok vannak. Hű, de még milyenek, igen. Up to date vagy? Last shipben? Igen. Basz meg, annyira tudtam a végén, annyira éreztem, hogy ez már túl amerikai. És mit szűrsz le abból? Szerinted hol lőtték meg? Azt nem mondjuk ki, hogy kit, jó? És akkor egy kis kaput azért nyitva hagyunk azoknak, akik még nem látták. Hogy érted, hogy hol lőtték meg? Hogy halálos sebet kapott-e? Jaj, nem. Igen, nem. Igen, ez dramaturgiailag hülyeség lett volna, és ahogy én néztem, minthogyha egy picit a mellkasa fölé, tudod, válba kapott volna, de hát ez meg egy fasság lett volna a merénylő részéről, mert hát ilyen közelről ez amatőrség fejben. Nem, ez szerintem irgalmatlanul küzdeni fognak az életéért, tehát hogyha lesz harmadik évad, akkor az első 3-4 epizódra az évad, vagy az évad felére megvan az izgulnivaló. De... Az is egy fura csavar egyébként. Ez a doktornő egyébként angol? Na most csak lelőtted. Egyébként nem, igen, a sorozatban. Mert egy másik szálon te lőtted le ezzel, hogy azt mondtad, hogy csak lelőtted. De nem én lőttem le, a terrorista. Spoiler, Charlie. A múltkor hülyeséget mondtam, mert pont egy hasonló kérdés kapcsán rávágtam, hogy nem, de egyébként igen, a sztori szerint angol. Aha. Mert az az igazság, hogy az ő beszéde engem zavar. Tehát engem már ez a brit angol, őt nagyon nehezen értem meg. Ellenben mondjuk a Captain Chandlerrel, aki... Pedig nem is olyan britül beszél egyébként, tehát egész kultúrát. Nem a BBC britet beszéli? Igen, amit... de nekem például a tengeralattjárós Fawcett, az idősebbik, az sokkal coolabb volt. De az ír. Igen, de pont ezért, bazd meg, ír vagy angol, egy sziget csoport, mégse ezért, Amerika. Ezért, nem ugyanaz. Ezért simán keresztre feszítenek Írországban, Charlie. Lelőnék így menet közben. Mikrofonon kiszáll, keresztül. Kiszáll. Ráeresztenék a vírust, hogy zombi legyen. Kiszáll hozzám. Te angol vagy? Nem, ír. Ja, angol, jó van. Nem, tudod, angol vagy? Nem, ír. Mondom, hogy angol. Puff. Közben gyorsan ellenőriztem, hogy igen, előfizetett a csatorna a harmadik évadra, úgyhogy lesz harmadik évad. Hát valahogy vissza kell hozni a csajt, meg a elvarratlan szerelmi szál egyébként, a majdnem szerelmi háromszög, bár én jobban drukkoltam volna a szakállas faszinak. Igen, na az például nem tetszett, hogy így egy csavarral ott kerülgették egymást, már ki tudja mióta, aztán egyszer csak itt kibújjuk a szög a zsákból, majdnem. Meg ez kicsit nekem olyan ez a, ahogy terjesztjük az ellenszert, ez ilyen God üzemmód, tudod, hogy oda megyek és megérintem az arcát, és azt mondtátok, hogy meggyógyítotok, most tettem meg éppen. Tehát ez nekem annyira gagyi. Elég teátrális, igen. Igen. Meg mikor az évadzáróban a kezére fókuszál a kamera, és utána átúszik az arcára, és az a tekintet. Nekem kell bele a hentelés. De most megint várhatunk erre is, mert TBA, úgyhogy nem tudom, hogy mikor lesz a következő évad nyitója. Már tavasszal. Igen. Aztán... Ez az a fajta. A következő, ami érdekes, és azért merem csak elmondani, mert aki nem tudja még, az már hozzám képest lemaradásban van, tehát mindenféleképpen jobb eséllyel indulok. Fear of a Walking Dead játék, a Comment blog és az AMC csatorna hazai leánycsatornája szervezésében.
akik játszanak, azok nyerhetnek két személy részére 4 nap 3 éjszaka. Nem az én telefonom gerjed. 4 nap 3 éjszaka Los Angeles, és meglátogathatják a forgatást. Kapnak még $500 bankkártyán, hogy el tudják költeni a pénzt kajára, inni-enni erre-arra, és azt hiszem, hogy még találkozhatnak is Kirkmannel, nem Kirkmannel, valakivel, talán a producerrel, vagy hogy a franc tudja. Itt azt írják már csak, hogy és találkozhat az egyik alkotóval. Ja igen, Dave Ericksonnal, a showrunnerrel. És mivel Six már találkozott vele, leírta, hogy ő pedig világbajnok, jófej, komolyan. Hát annyit kell hozzá tenni, hogy nézni mindig az esti adásokat, és ott a jobb felső sarokban az AMC logó, az valamikor átalakul, és egy darab szó lesz ott, egy vagy két szó lesz ott, és ezt 23:30-ig be kell írni a Facebookos applikációjukba, és amilyen madár voltam, ahogy beírtam, abban a pillanatban elfelejtettem, és utána kiderült, hogy ugye a szavakat, ha összerakjuk majd a 6 adásból egymás után, akkor abból kijön egy értelmes mondat, tehát azzal is játszik az ember. Úgyhogy aki kedvet érez, az csapassa neki, és irány Los Angeles. De mondjuk fölöslegesen, úgyis én fogom megnyerni, és Krisztiánt fogom elvinni. Te most voltál Amerikába. És megyek is vissza. Hát jó. Ennyi, viszlek téged is. Yes, elhúzzuk az összes kavicsot. Mi van a bőröngyibe? Túlsúlyos, 23 kiló, 5 deka. Ó, a francba is kidobni, kipöckölni egy kavicsot belőle. Nem, ott válogatni órákig, hogy melyiktől fájjunk meg. Igen, néznéd a két kezed. Maga bőrönt ez? Akarja hazavinni az Amerikai Egyesült Államokat? Igen. Kész. Igen, elutazunk Floridától Alaszkáig, de csak azért, hogy a sarkainál fogva összehajtsuk és elvigyük. Ja, egyébként kicsit pipa is voltam, mert elfelejtettem, hogy náluk most valami ünnepnap van, és pont ezért most leadták duplába az 1-2-t, de hát megint megnéztem. Úgyhogy a harmadik az jövő héten fog jönni. Várom szeretettel. Gondolom te is. Én még le vagyok maradva, mert az RSS csatornámba nem került föl, úgyhogy most manuális üzemmódba leszettem a 2-t, de még nem tudtam megnézni, úgyhogy én totálisan el vagyok maradva egy epizóddal. Van de még nem sokáig. Sorozat, amiről beszélni akartok? Mert nekem van. Fifika, igen, akkor van. Neki mély minket. Várjál, még egyet mondanék csak. Jött, már nem tudom, hogy ki írta le nekünk, de sorozatajánlóként a Show Me a Hero. Úgyhogy majd ebbe is belenézhetünk, és akkor véleményt alkotunk róla. Nekem is van egy ajánlom, de ez kizárólag Fifika után mondom csak el, mert Fifika sorozattal érkezik, akkor az vagy Babylon piros 5. betűs ünnepnap. Nem. Töpremtem valamelyik nap, néha azt is szoktam. Így a géniuszi magányomban. És akkor rájöttem, hogy itt állandóan mindenféle hentelős sorozatokról beszélgettek, amikor van egy csomó tudományos sorozat is. És azt gondoltam, hogy minden egyes ilyen sorozat ajánló végére ajánlunk egy tudományos sorozatot is, mert hogy rengeteg létezik belőle. Én nekem egyik személyes kedvencem a Discovery Science-en fut az Észvesztők című sorozat. Nem tudom, láttatok-e belőle nem valamit? Abban nem hentelnek, ugye? Abban nem hentelnek. Akkor nem láttam. Viszont maga a sorozat az emberi elme befolyásolhatóságáról szól. És rettentően érdekes, és nagyon-nagyon tanulságos. Egy 4 fős csapat téveszti meg gyakorlatilag a... Na, ez kinek a telefonja? Nem az enyém, tehát Krisztián nem csinálta. Nem, az enyém. Nem.
Nem ismeri meg a saját telefoncsöngését. Az nem is baj, csak tudod, mikor odarakja a géphez és elkezd gerjedni, az tökre jó mindenkinek. Oké, okay, kinyomtam. És mindjárt tehát, újra hív. Tehát az emberi elme megtéveszthetőségéről szól a sorozat. Vannak benne nagyon-nagyon jó pofa sztorik, hogyan lehet az embereket manipulálni, hipnózissal mit lehet elérni. Hát volt egy kigyúrt gyerek, akit meghipnotizáltak előtte úgy, hogy nem emlékezett rá. És oda ment hozzá egy csaj, és mondja neki, hogy te jó erős gyerek vagy, mutasd már mekkora a muszklid, és mutogatja ott a csávó magát, és százas skálán hanyas vagy, 120-as vagyok. Jó, azt mondja, itt van egy másfél kilós rózsaszín súlyzó, emeld már fel, és a csávó, paszkikám, nem tudtam megmozdítani, érted? A másfél kilós súlyzót, akkor a csaj adott neki ugráló kötelet, hogy ugráljál. A srác már végtapogatta centinként a kötelet, hogy ebben valami trükk van. Egy kurva ugrást nem tudott csinálni, holott előtte ilyen százas sorozatokat nyomott belőle. Jaj. Nagyon durva volt, és nem tudta, hogy mi van, érted? Brutál. Tehát szerintem a most futó sorozatok közül az egyik legjobb. Én mindenkinek ajánlom, hogy nézze az észvesztőket. Bizonyos helyeken vissza is lehet nézni a régebbi részeket. Ez volt az egyik bejelenteni, való a másik. Bocsánat, ennek van valami angol címe, vagy így magyarul megtalálja az ember, hogy észvesztő? Ez így magyarul, hogy észvesztő. Oké. Okay. Megtalálható a Discovery Science-en. A másik bejelenteni valóm, hogy tegnap előtt lett 49 éves a Star Trek sorozat. Jövőre lesz 50, ugye ebből következik, úgyhogy... Ez nem az a volt, urak. Star Trek rajongót készül a jövő évi 50. évfordulóra. Ennyi. Hogy tudtok Indiana Jones főcímdal dúdolni a Star Trek kapcsán? Nem én dúdoltam. Én dúdoltam, de direkt azért dúdoltam. Bocsáss egyébként meg, nem én dúdoltam. Ezekről a jubileumi dolgokról jutott eszembe, hogy most az ismerősöm elkezdett árulni a... Aj, persze, hogy most a... Aj, izé jön be, nem ez az, hanem istyle.eu. Elkezdett árulni az új Star Wars 7-ben lesz egy kis robot, a BB-8, és ennek lehet kapni egy telefonnal vezérelhető verzióját, amit egy ilyen indukciós töltővel tudsz tölteni, és aztán a telefonodról tudod irányítani, és rendesen, és a feje nincs rögzítve rá. Tudjátok, ez az, ami egy nagy gömb a teste, és egy félbevágott gömb a feje. Biztos láttátok már. Nem, még nem. Nem. Érdemesnek tartom, nézzétek meg. A feje nincs rögzítve, az belülről valami mágnes úgy vonza, úgy húzza. Menet közben irányítod, görög, van neki trooper üzemmódja, és megtanulja a szobát. Néha beleütközik a falba, olyankor kicsit zenél magának, megjegyzi, hogy ott a fal van, és megy tovább. És hát grimaszolni nem tud, de egyébként hatalmas a sztori, csak annyi a baja, hogy valami 53 000 forintba kerül. Jaj, ez a de szar. De természetesen... Annak idején 300 forint évet nekem édesapám elzett lemezárógyár, lunahódjáró, ilyen 4,5 voltos lapos eleme működött, neki ment a falnak, csörgött, zörgött, meg nem tudom én... Hát de hogy hívták édesapádat? Hammurapi? Miért? Nem. Én kérek elnézést, de eszembe jutott egy másik idős ember kapcsán. Igen, csak hát azt nem lehetett mondjuk Androidról vagy iOS-ról irányítani. Hát igen, a nagy fekete tárcsás telefonról nem lehetett hozni. BB8, igen. Bocsánat, én rontottam el az árát, 59 900. Nagyszerű. Ja, hát azért már egy SX Minit kapni. Tehát nem is vagy igazi Star Wars fan, hogyha nem lakul. Nincs ilyen ez. És írta, hogy a kollégákkal majdnem összevesztek, hogy basszus, ki ne bontsuk már, hát mit fog ez érni 10 év múlva bontatlan dobozba? Hát azért tudod, inkább 60 000 forint, bontsuk ki, a fene tudja, hogy működik-e. De nagyon kis aranyos játék. Hát ezért kell 10-et rendelni.
Na ugye? És akkor 9-et megtartanak. Befektetési célzattal. Igen. Volt egy elmebeteg haverom, aki annak idején tudod, ilyen bakelit, tudjátok, hogy néz ki, ilyen fekete kerek. És ilyen... és ilyen barezdák vannak benne. Ilyeneket gyűjtött, és mindenből kettőt vett. Persze, érted? Hogy az egyiket használja, a másik egyik meg... lefóliázva. A ja, ilyen cimborám nekem is van. Igen, igen. Kesztyűbe igen. Rakta fel a lemezt, a lemezjátszóra. Biztos érted? Volt neki mindenféle folyadék, amivel így a barázdákat ki tudta tölteni, aztán lehúzta róla, hogy a por beleragadjon, és akkor... Hát figyelj, fölment hozzá a világ legbombázóbb csaja. Tehát ezt a sztorit el kell, hogy meséljem. Ja, hát így is mindig lebaszásunk van, hogy alig van elcigis téma. De ez a mi podcastünk! De ez egy cigis téma, a Fifika meséli az egy cigis téma. Szívás lesz a vége, szívás lesz a vége. Ennyi. Fölvett hozzá a világ legbombázóbb csaja, és Laci kiment kávét főzni, és egyszer csak hallja, hogy szól a zene a hifién. De tudod, a legrosszabb rémálmod, és közben hallott, hogy így a barázdán így elindult a tű. Igen, mert a csaj biztos rárakott egy lemezt, és a tűt elhúzta. Igen. És nyakomba azt a csajt, csak kirúgta a csajt, érted? Zsír. Hát mondom, te nem vagy normális, és akkor lejött Istenem. Ott puffogni nekünk, érted, hogy megfogta a lemezt kézzel, képzeljétek, tele volt az új lenyomatával. Tudod, és milyen hát, nő, ki a francot érdekel a nő, de megfogta a lemezt. Á, kész. Na. Hát, ha egy kis esze van egyébként a hanglemez gyártóknak, akkor csinálnak gyűjtői edisönöket, amit igazándiból meg se nyomnak, mert úgyse bontják ki. Múltkor csak így odaadják a borítót. Egy sima bakelit korong, igen. Hát a jó múltkor nekem arra panaszkodott az ismerősöm, aki egyébként ilyenekkel dolgozik, tehát hogy mondják ezt? DJ, ilyen elegánsan. És volt egy időszak, amikor a bakelit már nem volt annyira trendi, hogy mit tudom is én 20-25 kilós lemeztáskákkal cipek egyé, hanem volt egy lemezjátszó, amin volt egy ilyen dummy karcolt lemez, és az csak azért volt, hogy a lemez... hogy forogjon pontosan, és MP3-ban volt egyébként betöltve a zene, és te úgy húzgáltad, meg rakosgattad jobbra-balra, ahogy kellett neked, de mondta, hogy az nem jön úgy be, mert ő az a kis piros fény, az neki, nekem csak az volt, hogy láttam, hogy mennek azok a pöttyök, meg a piros fény, annak funkciója van, mert attól függően, hogy a 0 BPM-től fölfele vagy lefele állítja, a fény úgy világítja meg a LED azokat, a kis barázdákat ott a lemezjátszó forgó tányérján, hogy úgy látod, mintha jobbra vagy balra mennének, vagy ha nullán van, akkor középen állnak. Meg azt mondja, hogy neki az kurva sokat segít, hogy a barázdákat látja, hogy hol van a zene, milyen intenzitással. Ha sok van egymás mellett, vagy ha kevés van egymás mellett, hogy itt kiállás, ott kiállás, hogy abból ő tudta, hogy mi jön. De azt mondja, itt van ez az új technika, azt nem tudom, hogy mi van. Fejbe kell mindent tartani. Tehát sokat változik a technika, igen. És akkor meg hozzájön, és fogdossa egy nő. Kész. Ez katasztrófa. Na mindegy, változnak az idők. Hát jó. Ez mi ez a videó, amit beraktál, ez az észvesztőknek? Ez az észvesztők, igen. Minek mondják, ez trailere. Trailer. Jó, én pedig bedobtam egy aktuális kultúra rovatba valót. 9-én, azaz tegnap kezdődött tegnap nyílt meg a Budavári Borfesztivál, és oda várnak mindenkit szeretettel szeptember 13-áig, és azt írják itt, hogy ugye ez a budai várban lesz 9-én, délután 2-kor nyit, szombat vasárnap délben, és egészen éjfélig lehet élvezni a nedűket, és a jegyáról azt írják, hogy napi jegy 3000, 5 napos bérlet az 7000 forint, és itt is, ahogy nézem, FestiPay kártyával lehet fizetni. Én ezeket annyira nem szeretem. Most voltunk innen a Kincsen Parkban, volt ez a
a Food Truck Show, és ott is FestiPay, és a tököm ki van vele, hogy nem jó a PayPass, FestiPay-jel kell fizetni. Na mindegy. Úgyhogy látogassatok el a Budavári Borfesztiválra vasárnapig. Nyitva vannak, 13 ezer ember ott lesz a Facebook szerint, de ezt kezeljük fenntartásokkal. Mi kimegyünk, jó lesz. És már csak egy dolgunk van, fiúk, nem tudom, tudjátok-e mi az? Megszülni az adás címet spontánul. És azt akartam neki adni, hogy nincs itthon a macska, cincognak az egerek, de a macska otthon van, és ahogy beígérted, úgy nem nyávogott. Tudja, mikor van adás. Ez egy jó nevelt macska. Hozzávágtam a Samsung mikrofonnak a tokját. Ja, vagy azt hittem, hogy... Mindjárt az elején. Bekapcsoltad az ajtót fölött az on-air feliratot, és most a család inkább elment otthonról, és elvitte a macskát is. Mindenki repül. Magányos macska makkal álmodik. Nem tudom, de egy kölcsön kandúr most. El kellene, mert nem akarok kis cicákat. Na, mi legyen a címünk? Most mondtam. Ne idegesítsé, tehát 255 karakterén legyen már kevesebb. Hosszabb lesz, mint a leírás. Hát, pedig a 75 is olyan jó troll is. Magányos macska nem trollival álmodik. Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? Igen, ennek rengeteg köze van az adáshoz, de... Na? Ide az arany húzallal. Aranyat tekertünk. Vagy tekerjük az aranyat. Az a dinamo. Egyszer van az, hogy ennyire vagyunk nem spontának, hogy beszéljük azt, hogy ez van. Magányos macska aranya. De, de nem magányos, Krisztián, mert van mellette egy herélt kandúr, érted? Az meg csak nézi. Hát csak nem kompatibilisek. Nem kompatibilisek egymással. Jó, fiúk, adjátok fel. Aranymetszés. Adjátok föl, megvan a mindent vívő. Na. A macska belebújt a bőgő modba. Jó. Ugyan azt mondtuk, hogy nem lesz 256 karakter, de szó-szó zippe belefér. Jaj, valaki egy MHS majd kerítsen, hogy a bőgő módba azt külön kell írni, vagy egybe kell írni, és ha külön, akkor hol kell elválasztani, és kell-e kötőjel, vagy csak elég a szó köz. Charlie, írjad kötőjel a módot végig nagybetűvel, módnak, bocsánat. Ja, módnak. Bőgő, kötőjel módba, kötőjel val. Jén. Figyelj, Krisztián, ezt írd már rá, úgyis akkor tudni fogjuk, hogy na, itt volt az MHS-ről szó. Oké. Jó, örülök, hogy itt voltatok velünk, és végig szenvedtétek ezt a e-cigiben szegény, ám de kacagásban gazdag 1 óra és majdnem 18 percet. Szegény Lackó Attila. Na minden. Hát, sanyarú a kenyere. Ennyi. Most. Emlékszel, hogy múltkor beszólt? Na, ez még azért van. Jó, fiúk, köszönöm. Magyar vaper nem felejt. Se. Úgyhogy köszönöm, ennyi hogy itt voltatok. Ennyi volt mára. Sziasztok. Sziasztok. Köszi, sziasztok.